Kezdeném rögtön azzal, hogy nyilvánvalóan hazudott Lázár és Csepregi az elmúlt hetekben, amikor azt állították, hogy nem hozhatják nyilvánosságra a jelentést, és próbáltak mindenféle uniós jogszabály mögé bújni. Én örömmel hallottam a sajtótájékoztató közben, hogy megérkezett a hír, és állítólag most már letölthető. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, a nyilvánosság bevonása, és az is fontos, hogy az a fajta vádaskodás és hazudozás az fejeződjön be, amit a kormányzat mint politikai eszköz használ, ugyanis nagyon könnyű vádaskodni egy nem látható, csak a kormány által látható dokumentumra hivatkozva, így legalább egyértelmű lesz. Nagyon csodálkoznék, hogyha érdemben többet tudna kihozni a jelentésből a kormányzat, mint amit a figyelő cikke, ami nyilvánvalóan egy kormány közeli felület, de lássuk a medvét. Egy fontos dolgot leszeretnék szögezni. A jogi felelősségre vonás lesz az, vagy a jogi eljárás lehet az, ami ennek az ügynek a végére pontot tesz. Tehát nagyon határozottan követeljük, hogy ha az Olaf jelentés, amit majd elolvashatunk, tartalmaz bármi olyan elvi szankciót, ami bárkinek a jogi felelősségét, mondjuk cégeknek a jogi felelősségét megállapítja, akkor a kormány ne hazudozzon, ne vádaskodjon, hanem tegye meg a szükséges lépéseket, mert az az igénye szerintem minden magyar állampolgárnak, hogy ha valaki hibázott, akkor azt jogilag vonják felelősségre. Egyébként pedig a fideszes kormányzat ne próbálja meg ezt tények inkorrekt feltüntetésével, vagy adatok inkorrekt feltüntetésével egy ilyen hazug masszába beleönteni és a saját politikai hasznukra fordítani. Én próbáltam mosolygás nélkül végighallgatni Tarlós úrnak a sajtótájékoztatóját, de bevallom, ez nem mindig sikerült. Ma Tarlós úr, mielőtt még megjelent volna ez a hír, óriási kockázatot vállalva felolvasta Gergely naptárat, ami egy rendkívül fontos cselekedete volt. Szóval azért a 4-es metró ügyében annyit szeretnék jelezni, hogy Tarlós István egy virtigli fideszes politikus, mert aki, aki adatokat hamis köntösbe csomagolva, hajlítgatva alkalmaz, az utána eljut odáig, mint ahogy Tarlós úr is eljutott odáig, hogy már hazudik a végén, mert hát a hajlítgatás után előbb-utóbb törés lesz. Szóval Tarlós úr ma sem adott választ arra, hogy a 2010-es 370 milliárd forintból érzi-e a felelősségét, hogy hogyan lett 452,6 milliárd. Ő ugye vitatta a 82,6 milliárdot, ő azt mondta, hogy nála csak 36 milliárdot drágult. De azt is tudni kell, hogy a 4-es metró ügyében, a 370 milliárdos szerződéscsomaghoz tartozott egy vitatott 40 milliárd forint értékű ködbérigény, rossz teljesítésből, késedelmes teljesítőből származó igény a korábbi főváros vezetés részéről. Tehát 370 mínusz 40 milliárdról indul a projekt. Ehhez képest Tarlós úrnak sikerült olyan jól tárgyalnia és úgy lealkudnia ezt az összeget, hogy a 370 milliárdból akkor legyen neki igaza 406 milliárd, bár a hivatalos kormányzati információk 452,6 milliárdba állapítják meg a pontos összeget. Valaki hazudik, de erre is majd később visszatérünk. Szóval azért az is egy különös amnézia, amivel Tarlós úr rendelkezik, hogy jobban emlékszik a 10 évvel ezelőtti dolgokra, mint a 3 évvel ezelőttiekre. De hát azt gondolom, hogy ennek is lesz majd lehetőség, hogy ezt kibontsuk. Ami a 4-es metró második szakaszát illeti. Mondhatnám szedben, mondhatnám úgy, hogy Tarlós István elferdíti a valóságot, és mondhatnám azt, hogy Tarlós István próbálja magát jobb színbe feltüntetni, de a tény az, hogy ebben az ügyben nyilvánvalóan hazudik, és akkor itt jöjjenek az adatok. 2005. június 28-án fogadta el a parlament, nevezük nevén a Magyar Országgyűlés parlamentje, a 4-es metró első és második szakaszáról szóló törvényt. Ez egy viszonylag exakt dolog, fönt van a parlament honlapja, megtalálható, Tarlós István is el tudna olvasni, hogyha érdekelni. Akkor folytassuk. 2010-es átadás átvételi jegyzőkönyv konkrétan tartalmazta a második szakasz kész nyomvonaltervét, tartalmazta a vasúthatósági és a környezetvédelmi engedélyeket. Tehát ezeket a dokumentumok tartalmazták, tehát nem ráutaló magatartásként, hanem konkrétan olvasható volt, és a mellékletében ez szerepelt. Egyébként magára az előkészítésre mind az állam, mind a főváros több milliárd forintot költött el. Többek között így sikerült Tarlós úrnak 2010 ősszel kapni néhány milliárd forintot a kormánytól,
ami konkrétan erre a kettes szakaszra vonatkozó költségvetési sorra irányult. Tehát annyira nem volt komoly a szándék, hogy még a Magyar Országgyűlés 2010-es költségvetésébe is szerepelt soron a kettes szakasznak az elkülönített beruházás előkészítése, és azt is szeretném jelezni, ezek a korábbi híradások megjelentek, hogy volt az egyes szakasznak olyan eleme, ami az Európai Unió finanszírozásából kikerült, tehát valamilyen szabálytalanságot állapítottak meg, vagy valamiért az Európai Unióval nem találták meg a közös hangot, ez kikerült. Akkor az Unió informálisan jelezte, amit az akkori híradásokban közzé is tett a városvezetés, hogy ezt a kettes szakaszra fölhasználhatják. Tehát, hogy ennyire volt alapos az, hogy a metrónak nem a jelenleg megismert állapotában kell Kelenföldről tartania mondjuk a keleti pályaudvarhoz, hanem annak praktikusan Palotától a Budaörsi Virágpiacig lenne értelme. Jelen állapotában a 4-es metró egy félkész metró, ami úgy abban az értelemben nem vezet sehonnan sehova, ahogy annak kellene. És hogyha Tarlós úrék nem csak kifogásokat keresnének, hanem azon dolgoznának, hogy hogyan épüljen meg ténylegesen a 4-es metró, az már egy kisebb momentum, hogy a felszínen folytatná, vagy nem a felszínen, az már egy szakmai kérdés, de hogy épüljön meg a hálózat abban a volumenben, és akkor tényleg el tudnánk kérni azt a 400-500 ezer utast, akire az eredeti számítások szerint a főváros szakmai tanácsadói kalkuláltak. És megerősítve, tehát az 1-es és a 2-es szakasz együtt kapott az Európai Uniótól támogatást, tehát azokat az utasszámokat együtt tudja a két projekt elérni. Az egyébként, amire Tarlós úr hivatkozik, hogy hát ő nem kér támogatást, igen, ő nem kér támogatást, ez az ő bűne a 4-es metró kapcsán és a második szakasz kapcsán, de azért nem az Európai Unió hibás, mint ahogy az akacsa sem hibás, vagy nem a víz a hibás, ha a kacsa nem tud úszni, az akacsa hülye. De ez egy másik. Szóval azért az is furcsa, amikor Tarlós hivatkozik, hogy a 3-as metró annyira leköti a figyelmét és energiáit, hogy semmi mással nem tud foglalkozni, ezt ma is elmondta. Szóval annyira ügyesen dolgozik a 3-as metróért, hogy 7 év alatt odáig nem sikerült eljutni, hogy érdemben megkezdődjenek a munkálatok, és egy biztos, ez már garantált, hogy Tarlós István teljes ciklusában, tehát a 9 év alatt nem fog elkészülni a 3-as metró felújítása. Egyébként, ha így haladnak, még el se kezdődik, ahogy ma sem tudott érdemben válaszolni a közbeszerzés firtató kérdésekre. Szóval azért erre az ő helyében nem lennék nagyon büszke, és nem dicsekednék vele. Ami a főváros köztisztaságát, állapotát illeti. Az egészen botrányos, ami a Budapest utcáin történik, illetve ami nem történik. Az, hogy a gyalogosok esnek, kelnek, törnek a csontok, tele van a baleseti, ez abnormális. Az, hogy az utakon több száz baleset van, ez abnormális. A budapestiek fizetnek napi 20 milliárd forint adót, fordítsuk le ezt az egyszerűség kedvéért, minden budapesti állampolgár, csecsemőtől a legidősebbekig, napi 10 ezer forint fizet be adóként átlagba. Tehát egy átlag budapesti 300 ezer forint adót fizet be havonta. Ehhez képest nem jár a közszolgáltatásoknak legalább az az alapszintje, hogy ne kelljen jeges, koszos, dzsúvás utakon, járdákon csúszkálni, és mondjuk a buszra várva, vagy a buszra éppen fellépve előtte elcsúszni és beesni a busz alá, mert hogy egyébként a jégmentesítés nem történt meg. Az, hogy Budapest sok pontjáról pedig a szemetet sem fogják elszállítani, hát ez igazán dicséretes a főpolgármester részéről, hogy ez be is vallotta. Az meg szintén szánalmas, hogy ő utasításokat osztogat a saját bevallása szerint, de úgy tűnik, hogy ez kutya nem kíváncsi, mert mintha nem hajtanák végre. Tehát lehet, hogy ő utasításokat ad, de én nem látom az eredményét, tehát akkor úgy tűnik, hogy ez a főpolgármester utasítás, ez csak egy jó szólam, de érdemi eredménye pedig nincs. Azért azt is szeretném ide hozni, hogy Tarlós úrék nagyon nagy vonalak voltak, amikor azt állították, hogy nem fog hiányozni az FKF-ből a pénz az államosítással összefüggésbe. Most már ott vannak a bevételeink, tehát mi budapestiek a személydíjunkat befizetjük az államnak, majd az állam kevesebbet ad vissza, mint ami ahhoz kell, hogy normális szolgáltatásokat kapjunk, és Tarlós úr szerint ez egyébként rendben van. Noha, az is kiderült, mert hogy az elmúlt közel egy hónapban nem tudtak válaszolni, hogy hova lett 50 hókotról. És az 50 hókotról, az a mai napig nem került elő. Hát tudom, hogy ez egy nagyváros, nagy problémákkal, de azért 50 hókotról elég nagy fizikai teret foglalna el, hogyha meglennének.
Tehát nagyon őszintén kérdezem, hogy akkor mutassák be, hogy miért van az, hogy amikor pici hó esik, akkor sincs elég hókotró, amikor meg több hó esik, akkor sincs hókotró, és kint sincs az a 130 autó, ami még 2010-ben megvolt, és hókotrásra alkalmas célgépként tartották nyilván az FKF könyvelésében. Hova tűntek a hókotrók? Szóval engem ez továbbra is érdekelne. Olimpia. A legkisebb közvéleménykutatások szerint a budapestiek 60%-a akar szavazni az olimpiáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki szavazni akar, az ellenezni az olimpiát. Vannak támogatói, vannak ellenzői. Mi is azt kértük, néhány hete talán emlékeznek rá, amikor ez a mozgalom megindította a saját aláírásgyűjtését, hogy mindenki írja alá a kezdeményezést, mert a budapestieknek joguk dönteni arról, hogy mit szeretnének a városukba. Írják alá azok is, akik támogatják az olimpiát, és írják alá azok is, akik nem. Mert egy ilyen népszavazásnál lehetőség van megismerni az érveket pro és kontra, és utána, amikor van egy döntés, az közös döntésként kell tovább vinni, és akkor a politika kivonulhatna az olimpiából, mert hogy akkor a választók döntenek, az emberek döntenek, és mi ezt képviseljük a továbbiakban is, hogy legyen népszavazás, döntsenek az emberek. Tarlós úr pedig ne legyen gyáva, mert hivatkozik ő mindenre, hivatkozik arra, hogy ő egyetérten a népszavazással, de tulajdonképpen mégse, tehát van véleménye, de nem ért a saját véleményével egyet. Azért ez elég szánalmas, és őszintén szólva, ő, amikor hivatkozik arra, hogy a budapestiek többségét képviseli, akkor talán meg kéne nézni, hogy a budapestiek többsége mit akar. Jelen pillanatban népszavazni. És a fővárosnak azért is lenne érdekében, hogy a népszavazás kiírja, mert ha a főváros írja ki a népszavazást, legalább 4-5 hónappal lerövidíthetné az előkészületi időt, tehát nem mondjuk idén decemberben lenne, ha a népszavazási kezdeményezés sikeres lesz, akkor jó eséllyel november-december környékén lesz ebből a népszavazás. Ha a főváros írja ki, akkor akár júniusban meg lehet tartani a népszavazást, tehát bőven még a limai csúcs előtt, a döntés előtt. Mert azért annál nagyobb cikit, mint hogy döntenek valahogy Limába, aztán majd egy népszavazáson meg a budapestiek döntenek másként, azért azt gondolom, hogy az már világbotránya. Tehát a tisztesség is azt kívánja, meg a józanész is azt kívánja, hogy a főváros írjon ki népszavazást, Tarlós pedig ne legyen gyáva, ne bújjon amögé, hogy hát neki egyedül nincs joga. Persze, neki meg a 20 fideszes képviselőnek van joga, akik a főváros többségét alkotják. Az pedig nyilvánvalóan egy szemenszedett hazugság, hogy mi nem kezdeményeztük érdemben, hát kezdeményeztem 2015-ben, később közös ellenzéki kezdeményezésként a tavalyi évben is benyújtottuk a népszavazásról szóló kezdeményezésünket, és az meg aztán igazán pofátlanság, amire a főpolgármester vetemedik, hogy úgy csinál, mintha nem ebbe az országba élne, és hogy a választási bizottsághoz csak be kell adni egy kezdeményezést, ott automatikusan minden zöld lámpát kap, és meg lehet kérdezni az embereket. Hát ennél nagyobb pofátlanságot, mint hogy ebbe az országba hivatkoznak arra, hogy a népszavazás intézménye mindenki előtt nyitva áll, hát ez egy szemenszedett hazugság és pofátlanság. És hát egy utolsó apró momentum a smogriadó kapcsán. Itt 10 nappal ezelőtt a közgyűlésben a főpolgármester úr megértette az idők szavát, és úgy tűnt, hogy érti, hogy ez nem fenntartható. Már ami a smogot illeti, mégiscsak Budapesten 3500-4000 ember hal meg évente a károsanyag kibocsátás miatti környezeti és egészségi ártalmakban. Tehát azért 4000 budapesti halála, azt gondolom, hogy elég motiváció, ha egy lenne akkor is, de 4000 budapesti halála évente elég indok arra, hogy a főváros gondolja végig, hogy esetleg sokkal erőteljesebb lépéseket kell tennie azért, hogy ez csökkenthető legyen, és hogy a smog ne csak ezeken a kiemelt, kiugró, riadós napokon, hanem az év minden napján csökkenhessen. Éppen ezért mi javasoltuk, hogy álljon fel egy munkacsoport, és meglepődve hallottuk most a főpolgármesteri tájékoztatva, hogy ez a munkacsoport megkezdte a munkáját, csak egyetlen egy gond van vele, hogy a főpolgármester úrral a közgyűlés nyilvánossága alatt megállapodtunk, hogy az ellenzéki képviselők ezzel részt vesznek. Na most senki, én beszéltem több párt képviselőivel, senkit még csak véletlenül meg sem szólítottak, hogy akkor ebben a folyamatos munkában vegyünk részt. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mindig akkor folyik a lázas munka, amikor önök megkérdezik, egyébként pedig inkább csak szavakban.